Nem az első, ez a második, de az első nem az én nevemen volt, mert még katona voltam. És a törzsőrmesterünk, főtörzsőrmesterünk nevén volt, az megnyerte a Magyar Katonai Filmfesztivált. Ez 40 évvel ezelőtt volt. Ami az én nevem alatt van, hogy rendeztem, játszom is benn, írtam is, ez az első. Nagyon is, nagyon jó operatőröm volt. Túlzás, hogy egyes számba fogom. Nagyon jó operatőrünk volt, és van, Csukás Sándor, remek. Remek képeket alkotott, nagyon szeretem, de hát felkészültünk, átbeszéltünk mindent. De azt gondoltam, hogy ez nagyon nehéz lesz. Éppen ezért nem akartam, nem szerettem volna mind a kettőt csinálni, bár az alapíró, ő egy pap, ő azt kérte, hogy játszam, rendezzem. Mondtam, hogy az nem úgy van. Próbáltam nagyon híres magyar rendezőket felkérni, eltolták maguktól, és azt mondták, ez a tiéd, neked kell csinálni. Évek óta foglalkozol vele, rendezd. Aztán nagyon jó színészeket is felkértem, azok is azt mondták, hogy ezt te nagyon híres papot is felkértem, hogy azt mondták, nem, ez a tiéd. Úgyhogy ott maradtam két héttel a forgatás előtt, és nekem kellett a Leopoldot játszani, és meg kellett rendeznem. Beleszerettem, mert ez olyan, mint a játékos edző. És hogyha a játékos a saját posztját jól játsza, akkor a többi játékos is jobban hallgat rá. Tehát ez egy jó dolog. Clint Eastwood, a Mel Gibson, a Várkonyi tanár úr, és mondhatná más, és ezt csinálják. Úgyhogy én most ebbe beleszerettem. Nekem azt mondta Szabó István, hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes, nagyon jó pofa fesztivál. Én csak egy napja vagyok itt, amit tegnap este láttam, az István filmjét, annak nagyon örültem. Tényleg ilyenek a svédek. Mondtam is neki, hogy figyelj ide, svédek ezen nem sértődtem meg, aztán nem nagyon nézték. Ugye ez egy velencei filmfesztivál, hát jó pofa, látom, hogy ez ilyen laza filmfesztivál. Sok filmfesztiválon voltam, már régen voltam ennyire lazán, nem tudom, hogy melyik filmfesztivál nevezhető ennyire lazának. De ez egy jó laza filmfesztivál, amilyen a tó.